Eredetileg márciusban kerítettek volna sort a programra, de ez a koronavírus miatt akkor nem valósulhatott meg. A korábbi években a kirándulás célállomása híres zeneszerzőnk Bartók Béla szülővárosa volt. A járványhelyzetre való tekintettel azonban most a túraútvonalat átszervezték. Sajnos továbbra se tudunk átmenni a romániai Nagyszent Miklósra, hogy megkoszorúzzuk Bartók Béla családjának a sírját, illetve megtekintsük azokat az emlékhelyeket, amelyek a korábbi Bartók túránál meg szoktak történni. Most mi próbálunk egy kicsit tényleg a sport felé nyitni, bár a koszorúzás most se fog elmaradni, itt a Bartók Béla iskola előtti szoborot fogjuk megkoszorúzni első ízben, és azt követően fogunk majd áttekerni Hódmezővásárhelyre, hogy maga a sportos rész is megtörténjen. Tehát lesz egy 30 km-es túra Vásárhelyig, ott lesz egy kis körút az Európa Park környékén, illetve majd vissza fogunk tekerni a kerékpárúton Makóra. A megmozduláshoz ez alkalommal is csatlakozott Tóth Attila. Mint mondta, szereti az ilyen kiruccanásokat, hiszen ismerősökkel találkozik és jó hangulatban telnek az órák. Külföldön is túrázik, épp ezért fontosnak tartotta, hogy egy megbízható kerékpárra tegyen szert. Mert elmentünk igen messzire, és engem, hogyha ott hagy valami, akkor mit csinálunk? Úgy idézőjelve idegenben, most kit keressünk meg minden, hogy segítsen. Nem, én nekem azért volt fontos, hogy jó minőségű bicikli legyen, hogy elvisz hazahozzon, ez biztos. A program egyik felelőse, a Makói Természetbarát Egyesület vezetőségi tagja Hajdú Gábor televíziónkkal megosztotta. Szervezetük elkötelezett abban, hogy a magyar túrahelyeket népszerűsítse. Hazánk számos látnivalót tartogat, ezt következő úti tervük is jól bizonyítja. Pilisbe, Klastrompusztára megy, ott megnézzük a Csévi szirteket, Legény barlang, Leány barlang, Klastrom szirtek, utána Esztergomba bemegyünk. Ez egy háromnapos túra lett volna húsvétkor, csak hát az elmaradt sajnos, úgyhogy most leszűkítettük egy naposra. Május 31-én, azaz vasárnap egy újabb szabadtéri eseményen vehetnek részt gyerekek és felnőttek egyaránt. A Makói Kistérség Egészségfejlesztési Iroda egy gyalogtúrát hirdetett a Maros ártérben. Az érdeklődőket 8:45-re várják a hagymaházhoz a szervezők.